Hulladékcsökkentés a termékek újrahasználatának és újrahasznosításának ösztönzése, valamint a körforgásos gazdaság minél gyorsabb megvalósítása. E célok elérése alapvető fontosságú hazánkban, így az észak-magyarországi régióban is. Ennek érdekében újabb a lakosságot érintő beruházásokra volt szükség, kialakítva egy egységes, modern hulladékgyűjtési rendszert. Ez tette lehetővé az a 2018-ban indult több mint 2,5 milliárd forint értékű projekt, amelyet visszanemtérítendő uniós támogatásból fedezett a Sajó-Bódva völgye és környéke hulladékkezelési önkormányzati társulás. A fejlesztés keretében új szelektív hulladékgyűjtő edényeket, környezetbarát, alacsony fogyasztású járműveket, gépeket szereztek be, valamint kibővítették a Sajókazai Hulladékkezelő Központ kapacitását, lehetővé tették az ott dolgozók hatékonyabb munkavégzését. Újabb komoly rendszer ugye érkezett hozzánk. A zárt rendszerű lomtalanításnak köszönhetően tiszták és rendezettek maradnak a borsodi települések. A beszerzett eszközök révén pedig még magasabb szolgáltatási színvonal biztosítható az érintetteknek, hangzott el a projektzáró rendezvényen. Ez a beruházás példaértékű lehet az ország többi régiójának is, mondta Szitka Péter, a társulás elnöke. Hozzátette, a fejlesztések eredményeivel minden lakos találkozni fog a szemléletformálási kampány részeként a következő hónapokban. Sajókazán egy olyan szemléletformáló helység került kialakításra, ahol a térségből kisiskolások, óvodások látogathatnak el olyan felkészített pedagógusokkal, akik külön ilyen mentorprogramon vesznek részt, hogy maga a hulladékkezelés és maga a hulladéknak az útja és ennek a felelőssége hogyan valósul meg, és mi az mindennapi életünkben ez hogyan van jelen, egész kicsi korban kezdi el megmutatni ezeknek a gyerekeknek, mert valljuk itt nagyon-nagyon sokan polgármesterek, hogy kizárólag az tud lenni megoldás a jövőben. A felnövekvő és utánunkövő generáció ezt nagyon komolyan veszi. A rendezvényen Stupák Péter, a Zöldvölgy Nonprofit Kft. Ügyvezetője emlékeztetett. Július 1-től a Mohumol hulladékgazdálkodási ZRT nyerte el 35 évre az állami koncessziót a hulladékgazdálkodás hazai egységesítésére és fejlesztésére. Miközben együttműködnek a koncesszorral, az önkormányzatok érdekeit is igyekeznek érvényesíteni. Felmerült az a kérdés is, hogy a települések is most már a MOL-on keresztül tudnak bizonyos szolgáltatásokat intézni, konténerrendelések, ipari hulladékok tekintetében. Ami nem a koncesszió hatája alatt tartozik, akkor a települési önkormányzatoknak milyen kedvezményes dolgot tud a Zöldvölgy mondjuk kidolgozni, hogy mondjuk a lerakóba a településen található hulladékát, mondjuk, ha nem a MOL-on keresztül jön, mert nem a koncesszió része, akkor abban hogyan tudunk segíteni, milyen módszerrel. Az érintettek elképzeléseik megvitatására október elején találkoznak Sajókazán, javaslataikat pedig a decemberi társulási ülésen hozzák nyilvánosságra.